Ez itt a Kreatív Műhely első része, amelyben egy használati ám dísztárgyat fogunk készíteni. Nem egyedül leszek, ezért is mondtam, hogy fogunk, mert hogy segítségemre lesz Szabó Veronika! Szia Veronika! Szia Viki, hello! Amúgy azért van erre szükség, illetve rád szükség, mert én annyira kétbalkezes vagyok, hogy már a műsor előtt elvágtam az ujjamat, úgyhogy biztos, hogy nem tudnám egyedül végigcsinálni. De mit is? Meg fogod látni, hogy meg fogod tudni csinálni te is, ugyanis egyszerű dolgot fogunk csinálni, olyat, amit otthon is bárki kipróbálhat. Uh-huh. Ez egy fényképkeret, ahogy látjátok, és ebből a fényképkeretből fogunk fülbevaló tartót készíteni. Tehát egy fényképkeretet nem csak funkcionálisan képekkel lehet használni, hanem most egy kicsit másképp. Ugye nőc is füliket hordunk, mostanában divatosak ezek a hatalmas, nagy fülik. És akkor ennek úgy gondoltam, hogy otthon nekem mindig be vannak dobálva egy ilyen tálba, és kitaláltam, hogy csináljunk egy ilyet akkor. Egy speciális festéket fogunk használni, ami nem kifejezetten képkeretet találtak ki, de mi most arra fogjuk használni. Uh-huh. Ez egy bútorfesték, ez egy soft bútorfesték, és ezt fogjuk egy kicsit öregíteni, antikolni, csiszolni. Most ez a vintage stílus sok mindenkinek bejön, és azt gondoltam, hogy akkor ezt próbáljuk ki ezen a képkereten is. Természetesen a festék alá érdemes alapozni. Uh-huh. Ez egy alapozó akrilfesték, vízbázisú akrilfesték. Tehát, hogyha valamit elrontunk, akkor picit javíthatjuk is akár a vízes ecsettel. A másik, hogy környezetbarát, tehát nincs benne oldószer, nincsenek benne olyan káros anyagok, tehát gyerekekkel is nyugodtan lehet dolgozni vele. És akkor én azt szeretném kérni tőled. Tőlem? Igen, tőled. Hidd el, reménytelen ember nincsen kreatív hobbi terén. Lehet. Alapozó festék, vizes alapú, Veronika profi. Jó. Úgyhogy azzal kellene elkelni a képkeretek. Ez ilyen beájulós illatú? Nem. Annyira nem biztos. Jó, de milyen vastagsággal? Valaki kifejezetten szereti az illatát. Normál, nem kell vizet, nem kell abszolút. Beletel, rögtön a festékbe rakd az ecsetet, és akkor fest. Figyelj, utoljára szerintem technikaórán csináltam ilyet, szerintem a nézők többsége is. Bár amúgy van egy olyan réteg, aki imádja ezeket a do it yourself, meg handmade dolgokat, jó, most egy csomó angol dolgot mondtam, de hogy eléggé felkapott most ez a dolog, nem? Hogy az emberek otthon maguknak csinálnak hasonló kis tárgyakat, ajándéktárgyakat. Hogy látod ezt? Az én tapasztalatom az, hogy többféle indítatásból kezdenek el kreatívkodni otthon az emberek. Valaki pici babával van otthon, és közben unatkozik. Hát az túlzás, hogy unatkozik, de többet is szeretne, mint egy picit babázni. Közben szólj, hogy hova rakjak még festéket, csinálod, meg hogy a szél itt mennyire... Majd szólok, úgyhogy jól csinálod, semmi gond nincsen. Jó lesz. Tehát pici babával otthon vannak, és akkor egy picit sikerélmény, kreatívkodás, nem csak babázás. Van olyan, aki azért kreatívkodik, mert főleg szellemi munkát végez, és valami kétkezi munkát szeretne, tehát kifejezetten. Ez akrilfesték, ez nagyon gyorsan szárad, körülbelül 5 perc a száradási ideje, de aki nem szeretné, hogy masszatos legyenek ezzel, mert addig még nem szárad meg, addig befogja a kezünket, igen, így, pont így, igen, az hajszárítóval rászáríthat, és hamarabb szárad. Nagyon ügyesen csinálod, de én is értem, hogy miért mondtad, hogy kétbalkezes vagy. Hát figyelj, mondom, a műsor előtt elvágni a saját ujjunkat, az valami zseniális élmény volt. A kollégák is nevettek rajta. Ez egy dekor soft bútorfesték. És ez az a vintage, vagy vintage. Igen, igen. Ez stílusú festék. Se nem lila, se nem szürke. Ez vintage barna színű, tehát az a fantázia neve. Én szerettem egy picit ilyen pasztelesebb, nem egy harsány színű ez a festék. Az elején nem raktuk ide, de lehet, hogy célszerű, hogyha otthon fest valaki, akkor ilyen cellofán csomagoló papírt alá rakni. Én mindjárt akkor magam köré csavarok, vagy kettőt, komolyan. És akkor nem lesz minden csupa festékes. És ezt egyébként, amikor csiszolunk ilyen finom krétaporszerű
lesz, amit lecsiszolunk róla, tehát ahhoz is célszerű egy csomó papírt alá rakni, hogy ne az egész lakást. Mivel csiszolunk? Csiszolóvászonnal, ez ilyen egyszerű, kreatív hobbis csiszolóvászon. Ó, és még teljesen felveszi a kész formáját, és egyszerűen, praktikusan. Szuper. Megszáradt eléggé amúgy a keretünk, tehát hogy emára kár. Rendben van, úgyhogy mehet rá a következő réteg. Pedig már csiszoltam volna. Mindjárt fogunk kutatni, hogy el rögtön csiszolunk. Tehát jön a harmadik réteg. Igen, ez a krém, szín? Krémfehér színű. Amúgy azért örülök ennek az egész kezdeményezésünknek, mert kitűnő ajándékötleteket adhatunk. Oh! A nézőknek. Figyelj, nem tudom, mit csinálok. Jó lesz. Eddig festettünk, szárítottunk, festettünk, szárítottunk, festettünk. Ja nem, mert hogy előtte még csiszoltunk is, és a keretnek a hátlapját is lefestettük. Most még mielőtt összeraknánk a keretet és a hátlapot, felragasztjuk a csipkéket. Mert hogy ezekre fogjuk ugye felfüggeszteni, fellúgatni a fülbevalókat, nyakláncokat és így tovább. Önök is sejthetik, hogy a főzőműsorokban félkész, sőt már majdnem kész állapotban van a sütőben ez a bizonyos kacsa, úgyhogy hölgyeim és uraim, egy kicsit előre dolgoztunk, mi már felragaszgattuk a kis díszes elemeket is a gyönyörű keretre, használhatunk ilyen különböző anyagokból készült rúzsákat, egy Eiffel-tornyot, illetve különböző masnikat, és még a virág minták közepébe lehet rakni egy kis gyöngyöket is. És akkor ilyenkor már lényegében kész van ez az egész kis keretünk, és akkor a hátlapot, amit lefestettem csodaszépre, mondjuk eléggé csíkos, úgyhogy ebben nem csaltunk, ez tényleg elég csíkos lett. Csak beleillesztem a tetejébe, rá rakjuk a kis fityulákat, és kész. És készen megyünk. Végre! Én extrán, extravagánsan én szoktam ezeket az óriási fülléket hordani. Én szeretem őket. És már megy a pincébe a rockzenekar próbája, aminek külön örülünk, és elkészült az első kreatív műhelyes csoda fülbevaló tartunk. Remélem, hogy a következő alkalommal is velünk tartalan, körülbelül 2 hét múlva lesz ez, és akkor, ha jól tudom, akkor valamilyen teás dobozos dekupázsos szalvétaszerűséget, szalvétatechnika-szerűséget fogunk kipróbálunk, de ezzel is megismerkedhetnek. Tartsanak velünk akkor is!